Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 6-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai. Ez a kép utal egy utazásra, ez lehet egy kereskedelmi út, de előfordulhat az is, hogy ez egy belső utazás, és utal a múltra. Ez lehet egy kármikus szerelem is, és itt a háttérben ez a hajó utal a reményekre. Neki megvannak a reményei, és tudja, hogy van egy ilyen lelki út, de ezen kívül lehet egy külföldi utazás terve is. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Itt ez a lepke utal a könnyűségekre, viszont a 9-es szám mutat korlátozásokat. Neki időre van szüksége, hogy áttegye magát ezeken a korlátozásokon, amit ez a 9-es szám itt mutat, és várakoztat benneteket. Lehet, hogy ő közli, hogy nála még vannak nehézségek, mire megszabadul valamitől vagy valakitől, és fogva tartja magát, de az is lehet, hogy nem szól erről, és ti érzitek ezt a helyzetet, a korlátozásokat, a félelmeket, ami titeket is fogva tart. De megvan arra a remény, hogy ő közeledjen hozzátok, és ezt az örömet mutatja itt ez a napi csokis kártya is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!